Sziasztok, szép jó napot! Nagy-nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit! Láttátok a kiírást, roppant egyszerű, tényleg ez egy gyerekjáték megcsinálni, és úgy gondolom, a farsangi időszakban egy ilyen nagyon-nagyon finom sajtos rolónak helye van az asztalon, sőt, mi több, majd mutatok nektek még egy megoldást, hogy izgalmasabbá tegyétek a sajtos rolót, fogunk hozzá készíteni, pontosabban ketté fogom választani az elkészített sajtkrémet, és az egyikbe egy nagyon finom kis daját, vagy éppen összevágott, majd még eldöntöm, de ilyen kis mennyiséget szerintem össze fogok vágni. Nagyon finom füstölt aljás sajtkrémet fogunk elkészíteni, csak hogy ne legyen unalmas az élet, és ti is tudjatok válogatni, melyik a szimpatikusabb, egyébként mind a kettő jó. Na, üzleti leveles tésztával fogunk dolgozni, ugye azért jó ez a recept, praktikus, megvesztek egy csomag leveles tésztát, ez még a hűtőben van, de megmutatom majd nektek. Ugye ezt az utolsó pillanatig mindig a hűtőbe kell tárolni. Na, visszatérve, azért egyszerű, praktikus, gyors ez a recept, megvesztek egy ilyen leveles tésztát, végeredményben föl kell csak csikozni, és ugye ezekre, a kis töltényekre, én így hívom őket, szépen rá kell tekerni, meg kell sütni őket, és menet közben, még ezek sülnek, természetesen el fogjuk készíteni a sajtkrémet. Ez a sajtkrém egyébként olyan, mint a besamel, de nem is besamel, mert a besamelből tovább megyünk gratinmártásba, de mégse gratin, bocs, majdnem neveltem a tányért, tehát nem is gratin, hanem még egy kis tejföllel föl is fogom habosítani az egészet, tehát egy bombázó kis sajtos olót fogunk kapni. Na, nagyon gyorsan elmondom, és nem is dumálom túl, hűtőbe benne a leveles tészta, a vajas tésztánk, mindjárt kihozom. Itt látható tejföl, ez majd a habosításra, ugye megkönnyítjük a tésztánkat egy kicsit, pontosabban a mártásunkat. Itt található sajt, a sajtról annyi, hogyha én sajtos olót készítek, én legalább 2-3 féle sajtból, egy kis füstölt sajt, kis ejdámi trapista, tehát így szoktam keverni, sokkal-sokkal jobb íze lesz. Kell bele nekünk majd a sajtmártásba 2 tojásságája, egy majd a tésztának a kenéséhez, ugye itt megint a mártásban a vaj, tej, liszt, lényegében ennyi, meg a füstölt alja, ami megint csak a hűtőben van, még nem vágtam föl. Kibéleltem egy tepsit sütőpapírral, mint látjátok, erre fogom ráhelyezni a töltényeket, ugye már rajta lesz a tészta, és körülbelül 180-190 fokon meg fogjuk sütni. Nagyon hamar kész van egyébként, olyan 15-16-17 perc alatt, de úgyis látjátok, amikor gyönyörű szép lesz a színe, és ugye egyetlen egy tojásságájával meg fogjuk enni. Azonnal itt vagyunk, hozzuk a tésztát, rendet csinálok, és már kezdhetjük is. Elő is készültünk mindennel, én annyit tettem, hogy egy pizzavágóval 2-3 cm-es csíkokat vágtam a leveles tésztába, ugye ez roppant egyszerű, ki tudjátok nagyjából számolni, de ha véletlenül nem lesz tökéletesen egyforma, abszolút de nincs jelentősége, mert nem észrevehető. Ugye én egy 2 gyorsan megcsináltam, pontosabban a kisfiam csinálta meg, mert azt akarta, hogy most 2-t föl tekerjen, persze, meg is mutatjuk akkor a továbbiakban, jó, hogy működik a rendszer. Tehát egyszerűen megfogjátok, és gyönyörű szépen, hogy egymást takarja a tészta, elkezditek föltekerni, és ugye egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit lehet, hogy nem is mondtunk még el, hogy ezek a töltények teljes mértékben egy pici vajjal át vannak kenve. Nagyon-nagyon fontos, hogy le tudjátok utána normálisan húzni a formáról, tehát a töltény kis hüvelyről, le tudjátok a tésztát szedni. Nagyon fontos. Na, hát így fogunk eljárni, mindegyiket gyönyörű szépen föl fogjuk tekerni, ebbe semmi nagy komplikáció nincs. Ugye szó szerint ilyen gyerekek által elkészíthető, tényleg nagyon-nagyon könnyű, és én azt mondom nektek, hogy nagyon finom kis sós sütemény, egy jó kis bulira, sörkorcsolya, borkorcsolya. Ahogy végeztetek a tésztával, itt egy nagyon-nagyon picit el lehet nyomni, és nyilvánvaló a tepsire úgy fog fölkerülni, hogy ez a rész teljesen alul van. Na, még egy utolsót megmutatunk. És ugye a következő eljárás az lesz, hogy egyszerűen tojásságájával szépen meg fogom kenni, gyönyörű szép színe lesz, és megy is be a sütőbe, és miközben sül, addig gyorsan megcsináljuk a sajtmártásunkat, amivel meg fogjuk tölteni ezt a nagyon-nagyon kis finom sós süteményt.
Miután feltekertük az összes tésztát, megfogjuk, és szépen egyenként át fogjuk kenni csak tojásságájával. Legalábbis én csak tojásságájával szoktam átkenni. Ha valaki másképp teszi, másképp készíti, akkor úgy kell továbbra is csinálni. Sokkal-sokkal szebb színe lesz az egésznek, tehát ez csak az én kis rigolyám, az épp az egyik. És higgyétek el, hogy nagyon-nagyon egyszerű ez a recept, ilyen, tényleg ilyen gyerek kategóriába sorolnám, tehát hogyha van kis fiú, kislány otthon is van kedve ilyenhez, akkor nyugodtan oda lehet állni. Inkább ebbe a receptbe talán az a fontosabb, sőt talán az a legfontosabb, ugye a lelke a sajtkrém, amit majd mindjárt elkészítünk. Tehát azért mondom, ez bárki föl tudja óvatosan tekerni, hirtelen felindulásból, kicsit meg kell vajazni a formát, és lényegében pillanatok alatt megvagytok vele. Begyújtottuk a sütőt, azonnal tesszük be, és mondtam nektek, olyan 11-12 perc alatt gyönyörű szépen meg fog sülni, és még egy fontos dolog van, hogy lehetőleg, sőt, hát mindenképpen még a formáról melegen húzzuk le, pontosabban akkor tudjuk nagyon-nagyon szépen lehúzni. Én volt, hogy már hidegen kihűlt, ott hagytam, mert el kellett szaladnom, utána is le lehet bogarászni, de sokkal-sokkal jobb az a megoldás, amikor még meleg, kiveszitek, megfogtok egy kis szalvétát a kezetekhez, itt be tudtok nyúlni, ugye, és akkor nem égeti meg a kezeteket, nagyon-nagyon gyorsan le tudjátok róla húzni. És nézzétek meg, egy tojássárgája kellett összesen, ezt pont fölvette, el is fogyott az egy sárgája, és ennyi csapó, tesszük be, sütjük, azonnal előkészítem a sajtmártást, és csináljuk. Tökéletes! El is kezdhetjük elkészíteni a gyönyörűséges sajtmártást, a finomságost, fölolvasztottam a vajat, hozzáadom a lisztet, és ugye az első körbe az a fontos, nem kell megpirítanunk, igazából csak a lisztnek a nyers állagát, ízét fogjuk most pár pillanat alatt elvenni. Az ízesítésről nem szóltam az előbb nektek, sóval, pici fehérborssal, és éppen egy pöttnyi szerecsendióval fogjuk ízesíteni a sajtkrémünket. Ennek nem is kell, sok pillanatok alatt megvan, éppen-éppen csak áthúzzuk a vajon, mintha egy fehér mártás, egy besamel mártást készítenénk. Jó, tökéletes, nem is megyünk tovább, most szépen hozzá fogom adagolni a hideg tejet, és szépen csomómentesre ki fogjuk keverni. És ez lassan-lassan elkezd majd besűrűsödni. Miközben ezt megteszi, egy nagyon-nagyon pici só, ugye óvatosan, mert a sajt is sós, egy nagyon picit őrölt fehérbors, ízlés szerint, és úgy szintén a szerecsendióval épp egy pöti adagot beletettünk. És már szemmel látható, nézzétek meg, kezd besűrűsödni. Hozzá fogom borítani most a kettő darab, de nehezen jössz ki, tojásságáját. Ebben gyönyörű szépen felkrémesítjük, és hozzá fogom tenni a reszelt sajtunkat. Meg van egy pindulka, kiszedjük, tökéletes. És ebben lényegében egy 2-3 percig át fogom főzni. Utána rá lehet kóstolni, ugye a sajt most el fog olvadni benne, nyilvánvaló. És már alacsonyabb fokozaton is dolgozunk, nehogy oda kapjon, mert ilyenkor bőven azt is el tudjuk érni. El fog olvadni a sajt, gyönyörű szépen krémesre kikeverjük, utána hagyjuk hűlni, körülbelül olyan jó 10-12 percet, amikor már majdnem kihűlt, vagy teljesen jéghidegre kihűlt, nekünk az is jó, utána fogom a tejföllel felkrémesíteni, egy nagyon picit lazábbá tenni ezt a krémet.
Ezt azért még úgy gondoltam fontos megmutatnom. Most nézzétek meg, levált az edény faláról. Így fogok egy tányért, kiöntöm ide, és ezen a tányéron fogom teljes mértékben kihűteni ezt a sajtmártás alapot. És ugye mondtam nektek, itt a keverőtál majd, ezt betesszük ide a keverőtálba, és a tejföl hozzáadásával, vagy esetleg akinek van kedve, és jobban kedveli a tejszín, tejszín hozzáadásával lehet szépen kikrémesíteni, kissé felhabosítani ezt a krémet. Na, hagy hűljön, jövünk vissza, addig előkészítem a füstölt taljánkat is, ugye már azt is föl fogom használni, és bemutatjuk nektek a krémnek a töltését, keverését. Kivettük a sütőből a vázakat, és még most tűz forrón, és azért mondtam, fogjatok egy papírszalvétát, vagy bármilyen lehetőséget, ezt még így tűz forrón fogom leszedni róla, és így is érdemes, gyönyörű szépen nézzétek meg, lesiklik róla, hát ennyire van jelentősége, és ha hagyjátok rajta egy kicsit kihűlni, akkor már sokkal-sokkal, hoppá, ez így forró volt, sokkal-sokkal nehezebben jön le a technológia. Na hát ezt most végig fogom játszani az összesen, nézzétek meg, gyönyörű szépen siklik le róla, és innentől kezdve megvárjuk, hogy hűljön, és értelemszerűen töltjük a nagyon-nagyon finom krémmel őket vissza. És azt is hangsúlyozom, hogy mielőtt mondjuk hűtőbe tennétek, mert mondjuk nem azonnal fogyasszátok el, akkor mindenképpen teljes mértékben meg kell várni, hogy kihűljön. Mondjuk igazság szerint, tehát alapjába hideg krémmel kéne betölteni, de ha egy nagyon-nagyon picit langyos a krém, már meg lehet tölteni nyilvánvaló vele, de hűtőbe csak akkor szabad betenni, ha maximálisan kihűl. Tehát tényleg erre viszont nagyon-nagyon érdemes odafigyelni. Na, hát már csak egy van hátra. És ha ezt a vajazást viszont nem csináljátok meg, tehát nem kenitek be, akkor félő, hogyha nem elég vajas az a tészta, akkor teljes mértékben odaragad a csőre, a hüvelyre, és akkor nagyon-nagyon nagyot fogtok killódni vele, hogy le tudjátok szedni. Na, hát innen már csak ezeket a kis csöveket kipakoljuk. Ez is már kezd hűlni, és nincs más hátra előre. Nem sokára jövünk, és töltjük a krémmel. Kihűlt a sajtkrémünk, én belelapátoltam ebbe a keverőtába, hozzátesszük a tejfölt, és gyönyörű szépen, körülbelül egy olyan 5-6 perc alatt a gép ki fogja nekünk teljesen habosra keverni. Bocsássatok meg, egy kicsit meg vagyok rekedve, sok volt a technológia. Na, tesszük is a gépbe, elindítjuk, ez azt jelenti, innentől számítva pár perc, habosra kikeverjük, én ketté fogom osztani ezt a tölteléket, és mint itt látjátok, a füstölt taját elő is készítettem, az egyik fél töltelékhez ezt hozzátesszük, és kétféle nagyon finom sajtos rolót fogunk betölteni. Készültünk a kikeveréssel, a kihabosítással, és ugye mielőtt még ezt zsákolnám, betenném a habzsákba, babzsákba, megmutatjuk nektek igazából, hogy milyennek kell lenni. Tehát egy gyönyörű, szép, krémes állagot fogtok elérni. Ugye ez, amikor a hűtőbe még betöltve be lesz téve, akkor még egy nagyon-nagyon-nagyon picit ki fog keményedni, de természetesen belül egy nagyon lágy, finom krémet fogtok kapni. Ugye ezt most meg fogom felezni, előkészítettem az nagyon-nagyon finomra összevágott főtt füstölt taljánkat, az egyik felét ebben keverem be, a másikkal pedig a hagyományos eljárás fogom elvégezni. Ugye most gyorsan betöltjük, reszelek egy kicsi sajtot, és a két végét pikpak odanyomkodjuk, kész is a kétféle sajtos rolónk, és lehet vele buliba menni, vagy az este a tévé előtt megenni, teljesen mindegy, nagyon-nagyon jó élmény, nagyon finom étel. El is kezdhetjük betölteni a vázakat, ugye ebbe a kezembe, látjátok, gyönyörű szép füstölt taljás sajtkrém van, megfogunk egy vázat, és lényegében, hát ebben már semmi nagy dolog nincs, elkezdjük az egyik oldalát betölteni, utána fordítunk, látjuk, hogy mennyit töltöttünk be azon az oldalon, és befejezzük ezen az oldalon. Hát mindenképpen, ugye mind a két oldalon arra kell odafigyelni,
hogy egy nagyon-nagyon pici kém maradjon, nyilvánvaló, hiszen be kell máltanunk mind a két oldalát, vagy ha éppen többet szeretnénk rá, akkor még egy kicsit rá is lehet segíteni, rá lehet nyomkodni, kész is van egy darab sajtekercs, ide tesszük. Mondjuk, aki meg szeretné különböztetni a hagyományosat, mondjuk a füstölt aljástól, az amikor süti a tekercset éppen, akkor egy kicsi díszjelölést tehet rá tésztából például. Jöjjön a következő. Ez tényleg már roppant egyszerű művelet. Legyen benne anyag, hisz szeretjük. Szépen belemártogatjuk. A felesleget vissza lehet hajtani, vagy épp leszórni róla. Kinek hogy, ez is mehet a tányérra. Én szerintem ez egy annyira bombázó kis apró sütemény, és nagyon-nagyon finom. Azt gondolom az előállítása, elkészítése ismételten nagyon egyszerű. Tehát én csak tényleg javaslom mindenkinek, hogy akár egy bulira, akár egy hétvégére, akármilyen alkalomra dobja össze, tegye a hűtőbe, és ugye ez, ha betölti, ez másnap is fantasztikus kis sós sütemény lesz. De mindenképpen éjszakára tegyétek be, tehát nehogy kihagyjátok, ugye tejtermék van benne, oda kell nagyon-nagyon figyelni rá, nem szabad játszani vele. Tökéletes, ez is jöhet ide. Jó, most nyomjunk egy hagyományosat. Ugye lényegében ugyanott tartunk, és ugyanazt csináljuk meg, csak egy másik fajta krémmel dolgozunk. Itt az a lényeg, a másik oldalán látjátok, hogy mennyit nyomtatok innen, tehát tudjátok kontrollálni. Jó hosszú sajtokat reszeltem. Mondjuk én így szeretem a sajtot, ha végig tolom rajta, és nagyon-nagyon hosszú csíkok jönnek. Na, ezt ide tesszük ebbe az oldalba, majd megjegyezzük, de lényegében nekünk annyira mindegy, mert mind a két fajtáját nagyon-nagyon szeretjük. Jó, hát én ezt most nem fogom már végigmutatni. Amikor az összeset betöltöttük, nézzétek meg, itt is megvan, itt is. Utána az egészet megmutatjuk nektek, kitálalva a szokásos módon. Na, jövünk azonnal akkor vissza. Elkészültünk a sajtosolókkal, nagyon-nagyon pipecek lettek, teljesen kihűltek, ugye rátálaltuk most egy ilyen nagy tányérra, így fog nálunk bemenni a hűtőbe, megmondom őszintén, mi másnap sokkal-sokkal jobban szeretjük, de természetesen mindig leszoktuk tesztelni, hogy éppen milyen íze lett, de hát mindig ugyanaz íze van, tehát ezen nincs nagy izé, variálás. Nagyon-nagyon kívánom nektek, hogy a füstölt tarjásat is kóstoljátok meg, borzalmas jó ízélmény, tetszeni fog nektek, hát persze, ha szeretitek a tarját, nagyon-nagyon apróra összevágva, belekeverve a krémbe, ebbe a sejmes gyönyörű krémbe, betöltve, egy éjszaka hűtőművek, és másnap tudjátok vinni egy buliba, vagy akár baráti találkozóra, vagy csak otthon, vagy hétvégén, teljesen mindegy, sörkorcsolya, borkorcsolya, ez az a sütemény, sós sütemény, ami azt mondom nektek, hogy nálunk mindig megállja a helyét. Ugye sokszor készítünk pogácsát, sajtosudat, különféle dolgokat, de ez is néha napján elkészül, és nagyon-nagyon hamar el is fogy. Még annyit, hogy a krémből egy nagyon picit maradni fog, ugye én egy 275 g-os csomaggal dolgoztam most vagy vesztek még egy csomagot, vagy felhasználjátok a maradék krémet, mondjuk a holnap megy a srác a kislány iskolába, akkor megkentek neki egy szelet kenyeret ebből a krémmel, rádobtok egy szelet sonkát, vagy bármit, amit szeret a gyerek, egy pici reszelcsajt, és olyan meleg szendvics jön ki belőle, hogy még iskolába se lesz kedve menni a gyereknek, de hülyeskedtem csak. Na, fogadjátok szeretettel, fogyasszátok jó egészséggel, jövünk a következő recepttel, sziasztok! Ja, és minden pontosan, természetesen le lesz írva a videó alá. Szevasztok!